A Markusovszki kórházban a 90-es évek elejétől van lehetőség úgynevezett flowcitometriára, azaz áramlásos sejtmérésre. A vizsgálat során lézerfénnyel világítják meg a vér- és csontvelő mintákban lévő sejteket, így az előzetesen antitestekkel megjelölt molekulákról származó fényt mérni lehet. Látszik az, hogy milyen fehérjék vannak a sejtek felszínén. Ebből ismerjük a normális sejteken jelenlévő mintázatot, és ezzel összehasonlítva látjuk a kóros mintázatokat, és meg tudjuk mondani, hogy melyik sejt volt kóros és melyik egészséges. Az így kapott információk alapján kideríthető, hogy a páciens milyen jellegű betegségben szenved, de a vizsgálatnak később a gyógykezelés követésében is nagy szerepe van. A régi, már 26 éves gép elavult, cserére szorult. Decemberben érkezett meg az új 45 millió forint értékű berendezés, amellyel a vizsgálat rövidebb idő alatt elvégezhető, és egy sejtről sokkal több információ szerezhető. A napi rutin diagnosztikában New Yorkba sem használnak ennél jobbat, és az országban is csak néhány helyen van ilyen modern készülék. Jól lehet flowcitometria is az egyetemi intézményeken kívül, megyei kórházban csak Szombathelyen van. Ha nem lenne itt az új gép, a mintákat Budapestre kellene küldeni, pedig egy agresszív leukémia esetében, ahol a kezelést 24-48 órán belül meg kell kezdeni, az időfaktornak különös jelentősége van. A fejlesztés a Markusovszki kórház regionális szerepét is erősíti, hiszen például Sopronból és Zalaegerszegről is küldenek vizsgálandó mintákat. A tervek szerint a berendezést néhány héten belül elkezdik használni a napi rutinban.